Aradon is megalakult egy egyesület a két település kapcsolatának további erősítésére Gyula-Arad baráti körnéven. Ehhez már több tagszervezet is csatlakozott, többek között egy közel 40 taggal bíró vállalkozási alapítvány is. Az aradi szervezetben számos szakma képviselteti magát, a gyulai delegáció tagjainak egy része szintén ezt a területet képviselte a találkozó. A megbeszélésen szó volt olyan vállalkozói együttműködési lehetőségekről, melyekre közös pályázati forrásokat is igénybe lehetne venni. Egyesületünknek már többfajta kapcsolat, többfajta programja létezik, tehát nekünk az a célunk, hogy kapcsolatokat próbáljunk gerjeszteni, létrehozni. Ez a vállalkozó kapcsolatot is úgy képzeljük el, hogy összehozzuk azokat a vállalkozókat, akik Gyulán, illetve Aradon szeretnének valamilyen együttműködésben gondolkozni, vagy esetlegesen valamilyen határmenti pályázati forrásokra elindulni. Ennek a keretein belül történnek ezek a kapcsolatteremtések. A találkozón felvetődött egy közös honlap elkészítésének lehetősége is, amely az információcsere lehetőségét tudná segíteni. Ez úgy is működhetne, hogy egymásnak adhatnának át munkát, ha valakinek többletkapacitása van, vagy éppen kevesebb megrendelése. A megbeszélések mellett más programokon is részt vettek a delegáció tagjai. Mária Radnát megnézte ez a kis kint lévő társaság, ami jelen pillanatban lassan most már a befejezéséhez közeledik a felújítása, az sokan még nem látták, nagy örömmel vettek részt ezen. Természetesen volt egy kötetlen borkóstoló is a Ménesi birtokon, ami szerintem megint egy hangulatos záróakkorként befejeződött. Az aradi delegáció az előzetes elképzelések szerint tavasszal egy gyulai viszontlátogatáson venne részt.